sok szeretettel üdvözöllek benneteket egy újabb Starstube-a videóban, én Loret vagyok, és majd teljesen új videóval érkeztem felétek, ami nem más lenne, mint Fripp legújabb kinézete és Fripp legújabb kalandja. Aki esetleg követi az Instagram oldalt, a Starstube-el Instagram oldalát, vagy esetleg olvasta már a legújabb híreket, vagy esetleg Facebookon követi a Facebookotok, akkor már kaphattatok információt arról, hogy hogyan is néz ki Fripp legújabb kinézete, ami szerintem egész jóra sikeredett, nekem például nagyon tetszik. És itt jön egy kisebb reklám, ami nem más lenne, mint az én Instagram oldalam, mert ugyanis készítettem én is egy fanartot, amit az Instagram oldalamon tudtok megtekinteni. Most kifele mutattam? Ja, kifele mutattam. Szóval Instagram oldalamon tudtok megtekinteni. Ha esetleg nem tudjátok, még leírásban megtaláljátok a linket, úgyhogy csekkoljátok és nézzétek meg. És ezt egy zárójában bezárva, menjünk és nézzük meg Fripp legújabb kalandját. Még egy fontos dolog, amit elfelejtettem nektek mondani, Fripp legújabb kinézete mostantól kezdve érhető el, tehát hogyha még nem értetek oda a fősztorihoz, és esetleg még Fripp nálatok életben van, akkor ne lepődjetek meg, hogy a régi kinézetét látjátok, ez direkt így lett tervezve. Szóval a régebbi küldetésekben Fripp régi kinézetét láthatjátok, és a legújabb küldetésben, azaz a mostani bejött új küldetésben lesz Fripp legújabb kinézete, úgyhogy ezt ne felejtsétek el. És ugye itt lehet Majánál kezdeni, aki már jelenleg a Z betűt nyomassa, és már nagyban húzza a lóbört, igen, már amúgy 7:30-kor veszem fel a videót. Lássuk, mit akar. Örülök, hogy itt vagy, nagyon munkó lenne, ha megkérnélek, hogy Duke Drop hátán veled egy lovagoljak? Hát jó, most az egyszer megengedem. Alex küldött egy SMS-t, hogy ennél a gyümölcsösben edzenek a tűzösvénynél. Mr. Morland megengedte, hogy kivigyek egy kis szabadságot, de egy ló sem volt szabad. Lovagolhatnánk esetleg együtt? No, na. Természetesen Maja, és mi helyzet azokkal a lovakkal mögötted? Ha most én is bunkó lennék, akkor én is megkérdezném azt, hogy mi a helyzet, de nem vagyok bunkó, úgyhogy természetesen Maja. Az az igazság, hogy egy ideje már reménykedtem abban, hogy felülhetek Duke Drop hátára. Imádom, hogy így tapsol Maja. Szerintem tök jó lett, hogy így ezt így meganimáltak. Én amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon a mi karakterünk milyen animációt fog kapni, mert ugye ez is terve van, bár elméletileg most egy picit szünetel, de elméletileg ez is terben van. Oké, Maja, lássuk, hova kell nekünk menni. És tűzösvény, úristen, merre van a tűzös? Ja, ott van, a kolostor után, hát mindjárt a Starship Farmon. Mit szólnál ahhoz, hogyha inkább gyors utaznánk? Na hát nézzük akkor, oh my god, mi történik? Egy léleklovas szurkoló bizottság is ott van, a kis csapat, nagy csapat, ott a háttérben meg egy csacsi. Maja, hát el tudtál jönni. Oppa, oh my god, kikattintottam a játékból. Csak is én rajtam múlt és tútrok miatt. Remélem nem érkeztünk túl későn, hogy megnézzük, hogyan edzetek. Nem, épp időben érkeztetek. Lássuk akkor, hogy zajlik nálatok az edzés. Nagyon kíváncsi vagyok. Köszönjük, hogy elhoztad Majat, és épp neki akartunk kezdeni az edzések. Nintának nem egyetete, hogy hogyan tehetnénk izgalmasabbá az edzést. Remélem nem kell megint beöltözni, hűha. Azt hiszem Linda mindjárt elmagyarázza a szituációt, ha szeretnél csatlakozni az edzéshez. No, ne, hogy szeretnél csatlakozni. Oké, újra elmondom az elejétől. Ebben a szituációs gyakorlatban a fák rúnakövek, amelyek realitás szövetét tartják egyben. Az almák a Dark Core csatlósai által elhelyezett roppanó szerkezetek. Alex a villamok segítségével, erejével semlegesítened kell a roppanó szerkezetet, és enneked kell szedned őket, amikor leesnek és vissza kell hoznod őket a bomba elhárító egységhez. Almaszedés, ez aztán az idő pazarlás, és itt látható az XXX felirat. XXX. Tudjátok, valakinek ismerős az XXX Lutz, amit soha nem tudtam kimondani? És aki énekelte, az, hogy a felébe tudta kimondani. Tudom, hogy nehézeked, en, te voltál a legtehetségesebb közülünk, és hogy úgy kell elvesztítened a léleklovadat, ahogy... több mint szörnyű. Jó, ne hozzuk föl. De még mindig a napkör bajnoka vagy, továbbra is csapatként kell együtt dolgoznunk. Oké, minden oké, ami azt jelenti, ha! Miért nem tesszük ezt egy kicsit izgibé? Én? Mi veselyezhetnénk, hogy felvegyük azokat a bomba almákat, bombákat. Léleklovasok, a mesterkém hálózata egy kialakulóban lévő krízis fedezett fel. De akkor a robbanós szerkezeteket helyezett el ezeken a rúnaköveken. Ha csak nem távolítjuk el őket mindet időben, végérvényesen szétszakíthatják a realitás szövetét. Firgov egészét elnyelti a Pandória energiája. Nem bukhatunk meg, mint ahogy a matek
témazárónál szokott lenni, ez nem egy gyakorlat. Nézzük akkor a haditervet, Alex vezet majd, Anne, Lorraine, gyűjtsetek össze a könnyen robbanó szerkezeteket, és hozzátok őket ide azonnal megsemmisítésére. Oké, okay, most, hogy mindent lebeszéltünk, kezdődött az action! És lássuk akkor Anne, hogy Linda amúgy nagyon menően áll azon a létren. Milyen csodás, hogy csatlakozol az edzéshez. Hát ez... Ó, de gyorsan le is győrtél arról a létráról. Amúgy milyen jó, hogy olyan lovat hoztam, amihez kell plusz pont, az, hogy ugye nem maxos, tehát erről beszélek. Wow, azt a minden segít neki! Ez az! Alex! Csináld! De várjunk már, nekem most mit kell csinálni? Most össze kell szednem az almákat, jól látom. Bombalma begyűjtve. Most olvasom, hogy bombalma a begyűjtés. Bombalmákat kell begyűjteni. Most már van értelme, hogy miért kell az almaligetnél lennem. Csak annyira idegesítő, hogy vannak ilyen... Oh my god, embellőzött. Gyorsan be kell gyűjteni őket, mert veszíteni fogunk. De jó ég. Erre nem vagyok felkészülve, úristen, nagyon vezet en. És nagyon durván le vagyok maradva egy almával. Ó, már ő 9-nél tart, én meg csak 8-nál. Jesszus úristen, remélem... Ó, nem sikerült elég bombával gyűjtened. Jó. És végre nagy ezen összehoztam minden bombát, sikeresen hatást rajtattuk, remegül lovagoltatok, Lorraine is gyújtrop, és ti is jól teljesítetek. En, meg... haló? Bocsi, mi is a lótave? Már nem tudom követni. Blondi, egyen meg a kis szőkeség, mint a régi cowboy filmekben észlánalmasak voltunk. Hét, cukor borsó, ne legyél olyan szigorú magad a cukor borsó. A léleklovaglás csapatsport. Amikor egyikünk nyer, mindannyian nyerünk, nem élvezhetnénk ezt a győzelmet most. Ó, ez az édes győzelmi, meg a Motneteor amúgy állandóan csak az almákra tud gondolni, meg jó messze elkavarodtam a többiektől. És Anne elhívott minket egy beszélgetésre. Valami nem stimmel, a léleklovasoknak régen világos küldetésük volt. Elvégeztük a munkánkat, megmentettük a világot, de most együtt lógunk, edzegetünk, meg várakozunk, de mire? Olyan értelmetlennek tűnik, hogy állandóan arra vágyunk, hogy valami lángokba boruljon, aztán rohanunk, hogy elöltsük, mint a soha nem lenne vége ennek a léleklovas kötelezettségünknek. De hát amúgy ez a jó benne, tehát kb. Olyan, mint egy tűzoltó szolgálat. Ha amikor van egy hívás egy tűzesethez, akkor ugye akkor kell menni és akcióba lépni. Szerintem ez amúgy tök jó dolog. Én biztos élvezném en helyébe. Jó, mondjuk az arcán lévő sebb helyen mondjuk lehet is élvezném annyira. Biztonságban tartjuk Jorvikot, egyetértek veled, értelmetlen. Nem tartom értelmetlennek, úgyhogy biztonságban tartjuk Jorvikot. Oké, okay, de meddig? Időkérdése, és a Darkerderek visszanyerik erejüket, és újra visszatérhetek meg újra. Úgy tűnik, soha nem fog véget érni. Csak nézd rá, hol vennél a gőze sincs, mi vár rá? Örülök, hogy egy kicsit csikó lehet, mielőtt magára kellene vállalni az őrző ló feladatait. Egyen meg kicsi konkord. Anyukám léleklovas volt. Ez új információ. Aztán itt hagyja az egészet. Elizabeth maradt ebben a világban, és az életével fizetett. Ha én is elmegyek, akkor gyáva vagyok. Nem hiszem, hogy gyáva lennél. Több dolog van az életben, mint az a kiváltságos világ, amelyben a szüleim zártak. De amikor ki akartam jutni a való világban, nem gondoltam, hogy itt végzem majd. A fenébe Frippel meg Aidennel is, hogy ebben a lehetetlen helyzetben hoztak minket, és csak a legnagyobb barátomat szeretném visszakapni, azaz Concordot, és most a léleklavasokat hibáztatja. Istenem, nem. Ne gondold már ilyen hülyeségekre. Kérlek szépen. Csatlakozunk ide a többiekhez, és nem szabadna hagynunk, hogy teljesen tönkre tegyem a mai napot. A villán sütötte almák elég. Csik, hozd meg bennünk a receptet. Régi családi titokok a Cloud Milk bőszem végig. Hát de a villámkör erejével ütött csak meg az almákat, ez nem igazán re. Vesztettek össze, kérlek. Fripp az egy... Oh my, oké, okay, ideje oda kikötnünk. Valami történik Frippel, vissza kell mennünk Veldélbe, induljunk is azonnal. Na végre, action! Várjatok, vagyatok itt! Majd ezen ideértünk Veldélbe, és már is itt is lennénk a folytatással. Blondi nem jöhet be a titkos kőkörbe, úgyhogy gyalog kell a spirált megkerülnöm. Ez egy nem túl mágikus egy feeling, mit nem mondja. Ne aggódjál, Blondival el leszünk mi, amíg ti oda vagytok. Körbe-körbe járás egy titkos druidakőkör elérésért már régóta nem kérdezek arról, mit csinálsz. Szegénykém, hogy nem tud erről az egészről. Jól van, menjünk a titkos kőkörbe, mi is körbe-körbe kargába menjünk be. Oké, lássuk akkor, mi történik itten. Úgy tűnik, mind ide értünk. Lássuk akkor, nagyon aggódom, de nem kerülhetjük el az igazságot. Halljuk, mit tud Avalon mondani. Azt a mindenit, itt már az új kinézetet kapta meg.
Egyenesre keresztül lehet látni rajta, mintha a világ már létezését is elutasítaná. Ez nem fair, az életét adta azért, hogy megtaláltatok engem, és meg se köszönhettem tőle. Még nem távozott el, még van remény. A remény semmire nem jó. En, annyira egy pesszimista vagy. Ez a gyógy is meg, te vagy a csillagkör vezetője, nem? Bizonyítsd is be. Mert próbáltam, hát nem tudom, próbáltam. Semmi gond, Liza, a Frippet már nem érheti el Aiden fénye. Maga a főt utasítja el őt. Akkor elviszik Pandóriába. Nem lehetséges, Fripp a világaikat összekötő kataklizma során került száműzetésbe, ezért nem csatlakozhatott soha hozzám az edzéseim alatt. Teste téren és időn kívül létezik, teljesen különáll a realitástól és az irrealitástól is. Szóval semmit nem tehetünk, hogy segítsünk rajta. Csodára lenne szükség, ajjaj. Hát mi nem csodákat dolgozunk. Miért lenne csak egy szabad napunk? Most, ha ezt mondanám, akkor tisztára olyan lennék, mint én. Ha ezt mondanám, akkor nem tudom. Igazad van, nem vagyunk gyengék, lélekhavarosok vagyunk. Na ne, tudunk esetleg valamit csinálni? Muszáj valaminek lenni ebben a szobában, amit még nem vettünk észre. Valaminek, ami segítetem meggyógyítani Frippet. Nézzünk már egy kicsit körbe szerintem. Hát, ha segítene valamit a dolgon. Esetleg a Pandoria kódexben megtalálnánk a választ. Már számtalanszor elolvastam elejétől a végéig, ez a könyv csak arra sorol fel szabályokat, hogy mit nem tehetünk. Nincs benne semmi hasznos. Nem tudom. De még ahogy látom, körbe lehetne itt nézni, úgyhogy erre kell egy kis idő, mire rájövök, hogy mi is az, ami segítene nekünk. Az öt levelű lóhere. Az öt levelű lóhere, ami Idrisztől vettünk el. Hát persze! Mi van persze? Persze, mi a druida mágiára koncentrálunk, de más módok is vannak. Egy lóhere mi olyan különleges benne? Pia boszorkány ahhoz hasonló lóheréket használt arra, hogy lovakat készítsen a Dark Riderek számára, nem? Igenis, Idris szerint ez a bizonyos lóhere kétszer olyan erős Lorraine barátnőnknek köszönhetően. Szerinted segíthetne Fripnek Evergrey? Nehéz megmondani, ez erősebb boszorkány mágia, mint amire én képes lennék, de a jordiki boszorkányok számára egy ilyen talizmán hatalmas átváltozásokat képes előidézni. Akkor én azt mondom, megér egy próbát, de ki tudhatná, hogyan használnánk fel az erejét, van valami ötleted? Hát nézzük, megkérdezhetnénk Pete, Idris tőle származik, Hertzworth esetleg tudhatja. Idris esetleg? Te még mindig megbízol benne, miután lóvát te. Akár önökreló formában maradhatál volna. Imádkozzunk Aidenhez, hogy soha ne kelljen őt bevonnunk semmibe. Akkor lehet mégiscsak Hertzworth maradhat? Igen. Elizabeth megbízott benne, ha bár írtózom a gondolat, hogy ilyen kényes ügyel kapcsolatban bosszakányokkal paktáljak le, az ellen nincs kifogásom, hogy vele beszéljek. Micsoda nagy lelkűség, remélem a kedves Mrs. Hertzworth irányában több tiszteletet tudsz majd, amikor megérkezik. Egy boszorkány itt, ez a legszentebb szentély. Ujjaj. Öcsikém, ez a boszorkányokkal kapcsolatos szorongásaid még akár bajosok is lehetnek, ha nem alaptalan intoleranciára épülnének. Akkor ezt megbeszéltük. Lorraine meg én megkérjük vissza Hertzworthot, hogy eljöjjön ide. És mivel Morland felé tartunk, én is veletek jövök, és hazaviszem Moját. Aiden legyen veletek. Oké, megérkeztünk Mrs. Hertzworthhoz, és éppen időben érkeztetek, kedveském, már össze is pakoltam. Mire pakolt össze? Tudta, hogy jönni fogunk. Hát persze, már jó ideje tudtam, hogy eljöttek majd hozzám segítségért. Ha tudtad, hogy segíthetsz nekünk, miért nem jöttél el hozzám? Majdnem kifagytunk az időből, már lehet, hogy el is kiistünk. Kedveském, és soha nem kések el, én a másik miatt aggódnék a helyetekben. Milyen másik miatt? Nem lesz könnyű meggyőzni a helyzet sürgősségéről, nem rajong túlságosan az órákért. Egy boszorkány szakértelmére van szükségünk, nem pedig egy sarlatán trükkjeire. Elmondanád legalább azt, hogy miért van szükségünk Idrisre? Egy ehhez hasonló csodához egy nagyon különleges körre van szükségünk. Bízz bennem, a kis barátotok sorsa múlik ezen. Egy boszorkányt odavinni a titkos kőkörhöz egy dolog, na de Idris Avalon nem lesz elragadtatva. Túléli Avalon tiszta nyira. Mekkora forogatlanság, de igaz, ebben az esetben Alex, segíts Mrs. Hertzworthnak eljutni a Veldale-be, még Lorraine meg én visszamegyünk a cirkuszba. Cirkusz time! Legalább neki jó a szíve. Képzeljétek csak el, ha Pihez mentünk volna, tudti, hogy valamelyikünket már bugára változtatott volna. Gondolom akkor most vissza a cirkuszba. Remélem Idris már megbocsájtott neked a legutóbbi látogatásunk óta. Nocsak, hát mit látnak szemeim, csak nem visszavágóért jöttetek. Egy problémával állunk szemben, és az idő nem kedvez nekünk.
Ha időt kerestek, nekem nincs belőle. Elég ronda egy dolog az, az idő. A bölcsességedet keressük. Bölcsességemet? Ó, nem tudom, esetleg nem érdekelne valami szórakoztatóbb, a bölcsesség iszonyatosan unalmas. De mivel már egészen ideig eljöttetek, csak ne változtass lóvá, csak ne változtass lóvá. Ez bíz csak rám, azt hiszem tudom, ki tudom cselezni a pondoriai bájolgását. Nincs csak időm, muszáj meggyőznünk Idris, hogy segítsen még aztán gyorsan. Lássuk akkor. Emberek, egyáltalán nem értem, miért vagytok az idő megszállottjai. Nem számít, mennyi van belőle, mindig siettek. Mit akartok ezúttal, egy másik rovat? Zinem eladom. Pedig én megvetném. A segítségedre van szükségünk, hát a spandoriai barátunkkal Fripp nevű teremménnyel kapcsolatban. Egyre halványul a mi világunkban, és már kifutottunk a lehetőségekből. Te spandoriai képességeidre van szükségünk, hogy visszahozzuk. Menjünk egy kicsit csendesebb helyre. Nagyon is jól tudom, melyik az a Fripp. Ha a rákcsáló beteg, akkor keresetek neki más segítséget. Én cirkuszt vezetek, galambocskáim, nem vagyok állatorvos. Ha Fripp nem vezet minket, a földeszébe kerül, szükségünk van rá, hogy megértsük, hogyan állíthatjuk vissza az egyensúlyt a két világ között. Talán legutóbbi találkozásunk alkalmával nem fogalmaztam teljesen világosan, a földeteknek annyi. Miért gabajodnék bele a megmentésetekbe? Vannak más világok is, ahova eljöttem a showm. Nem gondolt komolyan, ha nem érdekel jól is sosem, miért maradnál itt ilyen sokáig? Várjatok, várjatok, várjatok! Most akkor az a lényeg, hogy Idris simán utazhat a világok között. Tehát akkor lehet Idris nem is ember, csak emberbőrbe bújt. Már megint csak az időről beszélsz, hát nem tanultál semmit, nem érdekel az emberek idő megszállottsága. Leggyakori showmannek nincsen igazi eleje, csak szemfényvesztéshez ért, nincs is szükségünk rá, induljunk. Szemfényvesztés, hát hallod, amit mondasz? Egy pillanatban ezt, a másikban azt. Először szükséged van rám, aztán meg nem. Mint egy rossz indulatú kis pillangó. Erre remek dolog jutott eszembe. Szeretnél a showsztárja lenni? Az óhajat parancs. Voilà. Egyikötök sem megy sehova, míg nem tanultatok a leckékkal. Jaj, nem, megint mit akarsz te velünk csinálni? Szökkenj és fordulj, hogy összegyűjtsd az összes pillangó gyűjtseleget, és a barátod visszatér a saját csapongó én. Jaj, ne, így visz, megint mi a ördögöt? Idris, komolyan mondom, megöllek. Amúgy sokkal könnyebb lenne, ha nem repülnének ki ezek a bogarak, vagy pillangók, vagy fele tudja, hogy mik akarnak lenni. Add már vissza! Na nézzük! Szegény. Szegény lány. Ez nagyon gonosz volt tőle. Köszi Lorraine, ez olyan húhol. Nem minden nap esik meg, hogy egy csapat pillangóvá változik az ember. Jó Isten, te beteg ember, Idris. Egyértelmű, hogy ez nem működik, mással kell próbálkoznunk. Mivel? És előtermett meteor. Milyen más lehetőségünk van? Idris nem hallgat senkire, még saját magára sem. Abszolút azt hittem, hogy a fordított pszichológia trükkje működni fog. Talán tényleg nem érdekli a föld sorsa. Talán Idris nem tudjuk rábeszélni, hogy segítsen. Lehet, hogy mi nem tudjuk meggyőzni, de valaki másnak sikerülhet. Remek ötlet, biztosan még valaki, akinek a sorsa érdekli Idris saját magán kívül. Természetesen porondmester barátja, Idris barátja, a fogalmam sincs, hogy hívják nevű, tudjátok ki. Nem, de Idris tartozik nekünk egyel, és mi is sem akarjuk, hogy Orri káoszba fulladjon. Szintiszta önzésből segítünk, ne értsétek félre. Egyetértően bulinzi. Bárhogy is tudtok segíteni, elfogadjuk. Fripp barátai vagytok, vagy mi? Nincs több kérdés, hogy mi elrendezzük a nyurga fickóval. Olyaj, kizárt, hogy erről lemaradjak, ahogy Idris leteremtik, hallgatóz. Micsoda? A non! Abszolút nem tudtok erről meggyőzni. Nem, mert biztosan nem szeretnétek ezt tenni szegény öreg fejemmel, csak gondoljatok arra, mennyi mindenen keresztül mentünk együtt. Rendben, szóval elnézést, beleegyezem, hogy segítsek Jorvikiakat az alantos problémáikkal. Mit csináltok itt a sátor bejárata mellett settenkedve? Ne álljatok ott, mint egy csapat tengeri mag. A kis barátotoknak segítségre van szüksége, nem? És csak én tudom megmenteni. Valahogy csak sikerült. Miért gondoltad meg magad? Egy pillanatra ezelőtt még arról nyavajogtál, hogy milyen, minek jöttünk hozzá segítséget.
Egy pillanat, egy év, ti emberek, megszállottam méritek az időt. Ismerve minden szájhősködésed ellenére szeretsz itt lenni. Micsoda feltételezés, gyorjuk meg, szóval megváltozhatatlanul szörnyű. Próbálja megőrizni a méltóságát. Oké, megérkeztünk Idrisszel, egy kelmetlen pondorai bajkeverő ezen a szent helyen, szavak még csak le se tudják érni a borzalmat, amit érzek. Tehát ez itt Idrissz már, azóta égtem a vágytól, hogy megismerjem ezt a komis showment, mióta visszatértem a személyzetésből. Egy pandorai, aki az emberek között él, valójában lenyűgöző. Valami nagyon ismerős veled kapcsolatban, a bohócos külcsín, új, de az a szem, már láttam az előtt. Nem találkoztunk már egyszer oda. És mégis kinek az ötlete volt ez, hogy idehozza ezt a lényt, ami a mi területünkre? Nem lény, olyan, akár csak mi. Na, hogy átvágjon ez a kufa... Ne hagyd, hogy átvegyem ez a kofár a bájolgásával. Nem úgy gondolkodik és érez, mint mi. Olyan idegen hozzánk képes, mint maga garnok őrültség. Az életetem volt az, hogy meghívjuk Idrisszt, nem az övé, kedveském. És jó okkal. Idrisz is segített nekünk megmenteni Frippet. Amúgy erre az öreg anyókára sem ártana egy újítás. Igen, a boszorkánynak igaza van, én segíthetek, ha akarok. Össze kell dolgoznunk, hogy kitaláljuk, hogyan hozzuk vissza Frippet. De akkor minek van itt Idrisz? Ő csak kiosztoz mindenhova, nem a szövetségesem. A kis barátotok nem beteg. A lelke elvesztett a végtelenbe, a földi mágia nem fogja megmenteni Frippet, és a pandoriai mágia sem. Hát persze, igazi zseni vagy! Te mindig egy lépés előttünk jársz. Van itt még valaki, aki nem egészen érti. Várjatok, nekem van egy olyan tippem, hogy elméletileg ez is olyan, mint amikor a Star Trek Legacy harmadik részben Concord lelke elvesztett a Pandoria világába, és nekünk kellett visszahoznunk. Emlékszik valaki erre? Játszott valaki vele? Volt egy olyan érzésem, hogy ezért hirtel ide. Az anyavilágom tudására van szükséged ilyen esetben. A legerősebb varázslatok egybefonódása, pandóriai csodái, a boszorkány leleményessége és a léleklovosok rusztikus bűbája, akárcsak egy mágikus parfém. Ez megerősíti azt az elméletet, amelyet a pandóriai utazásom alatt rukkoltam elő. A mágia különböző aspektusainak három szögelésével lehetséges az ismert létezés határai túl is navigálni. Az erő három birtokosa közötti kapcsolat azt jelenti, hogy három együtt olyan erős fény nyalákként működnek, amely a tér és az idő végtelen gyűrődésein is képes átvilágítani. Jó, ez nekem egy kicsit kínai volt. Konyhagyelve szóval, már hárman képesek vagyunk arról, hogy saját magikus képességeinket használva megszólítsuk Frippet a limbóban, amelyben sodródik. Majd az ötevelő lóhara ereje visszaparancsolja a testébe. Kész a három ember, aki ezeknek az erőknek a birtokában van. Az egyik így részt, de ki a másik kettő. Bárki is megkérdezte, hogy Lorraine, mit érez ezzel kapcsolatban. Más nem vette észre, hogy az ötlevelő lóhara hiányzik, és en eltűnt. Várjatok már! En megelőzött minket. Te jó Isten, en, mibe keveredtél te bele? Lássuk, de biztosan más megoldás muszáj, hogy legyen. Más oldalt kell találnunk, bármilyen más oldalt, nem hagyom, hogy ez a kis fickó elmenjen. Lássuk, gyertek közelebb, kedves kém, egy történetet kell elmesélnem nektek, ez egy tündérmesét. Nézd már körben, nem igazán jó idézítés a tündérmesékre. Ez egy olyan történet, amit biztos hallani szeretnél. A Fort Máriai Archívum tiltott gyűjteményének az egyik elveszett legendáról szóló könyvéből van. Fort Mária, remélem tudjátok, új dombtető fölött a domb, vagy a dombban lévő erőd lenne az. Az elhagyatott Fort Mária, de hiszen ott Mississippi Jones ideje óta senki nem járt, hogy mit nem adnék, ha megkaparintatnám az otthoni könyveket. Senki nem járt arra, akiről tudnak. Jól tettem, hogy titokban mentem oda. Nos, volt egy könyv, amit ott találtam. Lehet, hogy abban lesznek a válaszok, amelyekre szükségünk van. Régeségen még az idő létezése előtt egy végzetes esemény darabjaira törte két világ között a mesdjét. Egy légies lény szállt alá az egekből, és kezét a földre helyezte, és sebesen gyógyítandó. Aiden legendája. Ezt a szóit már ezerszer hallottam, Avalon jól bevéste az agyomba. Gondolom a druidák így hívják, de amiről az ő történetük nem szól, az, aki észrevétlen marad. A felfordulás közepette volt egy apró lény, hatalmas jelentőségű tárgyat hordozott magával egy dobozt. Ez a doboz annak az alakját vette fel, amit a szemlélő csak kívánt. Azt hiszették, hogy tartalma. Fegyverek voltak, már iszonyatosan királykoltok. Tudás? A remény volt az. A doboz Pandoria reményét tartalmazta. Ahogy a lény a világok között
hánykulódott, elveszítette ezt a féltve őrzött kincset. Egyes egyedül egy furcsa új világban a lény tudta, hogy meg kell találni annak a módját, hogy mit, mindent helyrehozzon, hogy visszaállítsa az egyensúlyt, és megmentse a két világot a megsemmisüléstől. Ez először is Pandora reményét kellett megtalálnia. De természetesen ez csak egy mese a druidáknak, mert a saját változatok, nekünk boszorkányoknak is, a miénk, a pandoriaiaknak meg egy harmadik. Nektek kell eldöntetek, hogy mit is jelent ez. Nem csoda, hogy a könyveket betiltották, csupa hazugsága van tele. Mindennyien egyetértünk abban, hogy Aiden őrzői vezű a valóság. A mi világunkban is vannak történetek erről a dobozról, igazad volt, hogy tündérmesének hívtad. Érdekes, hogy másik perspektívát hallgatni, olyan régen volt, ki tudja már valójában mi is történt. Ez minden megváltoztat, ha Frit tényleg Pandoria reményével érkezett Jorvikra is, mi újra visszahozzuk vele, az meggyógyítaná, de hol találnánk meg egy ilyen dobot? Talán Nick Stoneground a hűtőjével. Nézzük. Igen, ez az. Nick Stoneground széltében hosszában bejárta Jorvikot, lehet, hogy segített megtalálni ezt a titokzatos tárgyat. Nem rossz ötlet, mindig is tudni akartam, mit csörömpöl abban a régi hűtőjében. Lehet, hogy Pandoria reménye, de lehet, hogy csak egy szendvics. Csoda dolog ez. Lehet, nem is annyira titokzatos ez a hűtő, amit nagyon-nagyon sokáig fejtegetünk, hogy végis miért hord magával egy hűtőt. Talán lehet Pandoria reménye van benne. És ezzel elindul kalandunk a rejtett dinoszaurusz völgybe. Nicsak, ha nem Lorraine az. Mi szélhozott a rejtett dinoszaurusz völgybe, és ki ez az új barát, akit magaddal hozta? Linda vagyok, te biztosan Nick Stoneground vagy. Így igaz, örülök a találkozásnak, Linda. Lorraine minden barátja az én barátom is. Krízis helyzet alakult ki, és a szakértelmedre van szükségünk. Úgy hallottuk, hogy elég sokat utazol Jorvik szerte. Linda, nem fázol egy kicsikét már, hogy nagyon dadogósan beszélsz. Barátunkról van szó. Beteg. Ahhoz, hogy meggyógyítsuk, szükségünk van valami különlegesre. Lorraine azt mondta, hogy te esetleg tudod, hogy hogyan segíts. Talán a hűtőmnek lehet hozzá valami köze. Arról van szó, amit Evergreen mondott, esküszöm, azóta kisenyítottam a hűtőt, hogy kivegyek bármit is, mióta az ő hényukas hűtő. Ajjaj, úristen, jó ég, mint egy kis állat. Elfogadnék egy hűtőt. Nagyon imádom, hogy egy hűtő után kell rohannunk, mert ő úgy dönt, hogy kereket old, vagy abban a láncot old. Hűtő rózsaszínen ragyog, és a sztori elmondása szerint, amit most jelen vettem bele a videóba, Nick Stoneground úgy talált rá a hűtőre, hogy egy expedíció közben nem volt nála étel, de a hűtőt megtalálta. A hűtő egy szendvicset adott ki neki, és ezzel megmentette az éhhalától. Tehát elméletileg ez a hűtő, ez maga Jorviknak az egyik csodája, pandóriai fényekkel. Arra gondolok, amire én gondolok, a hűtőnek közelhet a... Tényleg összefügghet, szerinted még tudja ezt, nem tudom. Pandoria, legendás másik világ, szóval összefügg Pandóriával. Hallottam a legendákat, az Aiden őrzői elfajtott csuttogását, de nem teljesen hittem bennük, már mint eddig. Szerintetek a hűtőm tényleg összefügg Pandoriával, ha bárhogy is segít az Aiden őrzői munkáját, nektek adom, sokkal fontosabb, mint az én ésségem. Többet segítettél nekünk, mint a szavakkal kifejezhetnénk. Itt az idő, hogy elinduljunk naplemente szigetekre, menjünk is. Azt a kaput ott használjuk, hogy levágjuk az adott naplemente szigetekre. Természetesen lóháton is előgethetsz oda, ha inkább felmelegedni, mielőtt odaérünk. Nem, nincs az az Isten, hogy én most lovagoljak ennyit. Gyere hűtő, velünk jössz. Hű, de nagy nehezen, de megérkeztünk végre a naplemente szigetekre, és már kíváncsi vagyok, hogy itt vajon milyen küldetés vár ránk. Remélem itt is egy hatalmas verseny elé állítanak. Mint ahogy az előbb, hogy a hűtőt kellett kergetnünk, lássuk akkor. Visszatértetek? Igen, visszatértünk. Megtaláltatok, amit kerestetek a rejtett dinoszaurusz völgyben? Nehogy megtaláltuk. Megvan a hűtő, segíteni fog Frit megmentésében, de hát ez csak egy hűtő. Mik azok a csontok ottan? A doboz, amely Pandoria reményét rejti, azzá válik, amivé szükséges. Bárcsak a legszitlenül, hogy lássa ezt. Ez egy mágikus frigó, imádná. Amikor ennél visszatérnek, elmesélhetjük neki, de most barátunk arra vár, hogy megmentsük, és nincs sok időnk.
Hörcvörd, mi a következő lépés? A magikus triónk meg fogja nyitni az utat Fripp elveszett lelke előtt, a Pandória reményének pedig vissza kell vezetnie őt. Először is egy kört kell létrehoznunk, hogy kartába tartsuk a varázslatos energiát. Közepébe be kell állítanunk, és Frippnek mellette kell feküdnie. Hamarosan újra velünk leszel. A körhöz jó lesz egy kis uszadékfa, meg néhány kígyókő. Gyűjts be, és helyezd el őket. Hagyd, hogy megérzéseid vezessenek. Az avatatlan szemnek valóban úgy tűnhetnek. De mi boszorkányok már hosszú évek óta használjuk ezeket a köveket, ha egy kígyókövet közel tartasz a szemedhez és keresztül nézel rajta, a legendák szerint a fátyol mögé tekinthetsz. Ezt amúgy kipróbálnám nagyon szívesen. Na lássuk akkor, mi kell ide hozzá? Egy uszadék, ugye, hogy körbe kell mennünk. Ó, kéremben, akkor gyorsan összegyűjtjük. Oké, nagy ezzel összeraktuk, hát nézzelek oda, már olyan régóta nem állítottam fel ilyen mágikus kör. Miért van szükség a kígyókörökre, de mi a helyzet az uszadékfával? Az hogyan segít a mágikus kört? Hogyan segíti? Az uszadékfelt a tenger hullámai simították le, amitől alkalmassá vált az energetikai földrengése. Igen, többet jelentenek a botok meg a kavicsok, mint gondolnátok. Oké, én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most hogy is fog működni, úgyhogy Linda, itt az idő, hozzuk vissza Frippet. A kör készen áll, hol lehetne? Na lássuk! Lorraine, Iris és meg én egymás mellett állunk majd, és megidézzük a saját mágiánkat. Van bármi kérdésed, vagy kételjed, mielőtt belekezdenénk? Egy boszorkány, egy pandóriai, meg egy lélektanos micsoda csapat. Elég rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, és mi van, ha nem működik? Én szeretnék azonnal belevágni. Ilyesmi csak néhány alkalommal fordult elő Jorvike történelem folyamán. Most pedig mindenki lépje hátrább. Lorraine, Idris, kövessetek engem. Végre elérkezett az én időm. Most elnézem neked, hogy magadnak akarod a Rivalda fényt, hiszen a pandóriai polgártársadat segített önként. Te tényleg elhiszed, hogy ez a csillag bámuló rácsáló az én világomhoz tartozik. Ez nem jótékonyság. Azt hittem, hogy a világom reménye elveszett, vissza akarom szerezni. Na jó, én már most erre nagyon kíváncsi vagyok. Felkészültünk testileg, lelkileg. Ezt most azonnal szeretném én is látni. Varázsolj, Magic Idris! Imádom azokat a mozdulatokat, amiket ő tesz. Jaj, de jó, ő meg virágokat hoz. Amúgy látszik, tehát van egy föld, egy Pandória, meg van egy... vagyok én. Szerintem mi a léleklovas erejét összpontosítsuk. Ugye Idris a pandóriait, a hörcöt meg a föld erejét. Így tudom én feltételezni, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. A hűtő kinyílik, aha. Lássuk akkor. Hűtő kedves, mit csinálsz? Egy pandóriai kaput nyitottunk ki. Mint a pandóriai kapu. De jó ég! Várj! Egy pillanat! A csapat fele eltűnt! A csapat fele eltűnt. Ez így lett volna jó? Eltűntek, az a kapu semmiből tűnt el, és magával vitte Lizet és Hertzworth-ot. Jó, csinálnunk kell valamit, Idris, segíts nekünk. Nem mondtátok, hogy ilyen váratlan eseményekkel számolja a galambocskája, és sőt az összes kalamajkáért, amiben ti belekevertetek engem. Úgy ildomos, hogy kárpótlásként magammal viszek valamit. Szóval mi a helyzet ezzel az isteni hűtőgéppel? Olyan érzés kelt bennem, mint a hazám. De mit akarok az embereknek egy ilyen édes tárgya amúgy is. A barátotok újra egyesült a hűtőgépben, találtam reménnyel, úgyhogy az én munkám itt véget is ért. Különben is teljes mértékben bízom benne, hogy Lorraine is a segítségem nélkül meg tudta oldani ezt a problémát. Au revoir! Úgy tűnik csak ketten maradtunk, persze, hogy nem számítottunk arra a trükkös porondmesterre. Mihez kezdjünk? Bemegyünk, és most azonnal visszahozzuk őket. Nem tudom, használd a holdmál kiállgat. Nem tudom, mi van, ha bemennénk. Terv nélkül átutazni a realitás szövetén. Nem, ezt kellene gondolni.
tudom is, oda tudom magunkat vinni, de minden, ami ott történik, a te felelősséged, erre készülj fel. Jó, én felkészülök, csak akkor csináljuk, mert gáz van, nagyon nagy gáz van. Hosszú vissza barátunkat. Figyelmeztetett minket, hogy valami ilyesmi történhet. Na, lássuk akkor. Egy fikasszit sem bízom Idrisben, ez valami a... De valami a súgja azzal kapcsolatban igaza volt, hogy képes vagy mindenkit visszahozni. Érzem őket a realitás fátyla mögött, valahogy a mi világunk és Pandoria között vannak. Mentsük meg a barátainkat, hogy ez sikerülhet, de ez nekünk egyedül, nem tudom is, te. Mentsük meg! Ez a beszéd, egymást segítjük majd, ha kicsit felforrósodik a helyzet, ezért vannak a léleklovasok. Olyan lesz, mint amikor Catherine emlékeiben voltunk, egy világok közötti világ, a valóság nesdjén ingadozó hely. Okay, én felkészültem, Linda, csináld. Most valószínűleg olyat fog tenni, mint amikor Catherine emlékeit nézzük. Úgyhogy remélem sikerre fogunk járni. És lássuk akkor. Ugye most átkerültünk a Föld és a Pandoria között. Nem számít hányszor utazom, így soha nem fogok hozzászokni. Ez az érzés a világok között, mint a hold túloldalán elvesztem volna. Keresünk meg a többieket, aztán húzunk innen, amilyen gyorsan csak lehet, benne vagyok. Igen, látom, ott vannak, és ellenben sötét fények is vannak, vagy mik ezek a sötét gömbök. Be kell szárnunk azt a kaput, de nagyon gyorsan elég porszemcsét kell begyűjtened ahhoz, hogy feltöltöd, mielőtt a kapu felé lovagolnál. Háromszor beütközöl a kapuba, bezáródik. Rendik valakinek léleklovaglási feladat, amikor a kaput be kellett zárnunk. Totál ugyanilyen ez a feladat. Úgyhogy lássunk hozzá, ugye ezeket el kellene kerülnünk, és látom már időre megy a dolog, úgyhogy gyorsan, nem lesz ez azért olyan egyszerű. Főleg ha háromszor kell belemenni, és ez a bacak is még itt van az orrom előtt. Na jó, kapu, zárulj be most már, kérlek. Hála az égnek. Elég nehéz egy feladat volt ez most az érés számra. Nagy nehezen, de visszatértünk a való világba, de oké, ha ez most nem sikerült, akkor hogy a fenébe ventsük meg Frippet? Elég hosszú küldetés ez, úgyhogy, ja, folytassuk a mi kis feladatot. De ott van Fripp! Ott van Fripp! Tényleg ő az. De valahogy meg is sikerült megmentenünk, de szőrös kis, kozmikus, kékmókus, betegre aggódtunk magukat miatt, gyere ide és alá meg ne fogd vissza mag. Úristen, nagyon imádom! Nagyon jól néz ki ez a karakter, tisztára, nem tudom, olyan bölcs, olyan felemelő, olyan mókus. Hiányoztál, olyan jó, hogy újra velünk vagy, sok mindenre válaszolnod kell majd. Olyan jó, hogy velünk vagy. Igen, visszatértem, ha bár soha nem mentem el, az út minden lépésén veletek voltam. Annyi minden történt, mióta elmentél, annyi mindent el kell magyaráznunk, egyetlen hol kezdjünk neki? Ő kiszabadult Pandoriából, de nagyon sokat veszítettünk a folyamat során, Elizabeth, kedves Liza, a szíved mindent elmond nekem, hatalmas veszteség ellenőrzőinek és hatalmas veszteség a világnak. Az egyik legfényesebb ragyogó lélek marad a kozmoszban. Elizabeth nem teljesen távozott el, ő a mezőn keresztül nyargaló szél, az erdő sötétjén keresztül vágtató napsugár, vagy vágó napsugár, az emlékeiden keresztül tovább él. És en is megszabadult Pandoria szorításából, ez remek ír. Elizabeth nagyon büszke lenne mindannyiótokra. Most a teljes erőmet visszanyertem, szeretném tehát teljesíteni a sorsomat, és ahány csillag van az égen, annyi út vezet célunk eléréséig, mint például a fényszertartás könyve. Még mindig nincs meg, de most, hogy újra egyesültem, a Pandoria reményével egy kis pisla reményt van a bennem, hogy megtaláljuk. Még az alázatosságodban is eltakarja az egód a napot. Mi őrzők lovasainkkal együtt soha nem voltunk bábok, az igazságért harcolunk Jorvikért, és harcnak nincs vége egészen addig, amíg arnok ügynökei veszélyeztetik ezt a földet. Még szükségünk van rád, öreg fiú. Szükségetek van rám. Igaz, az előjelek továbbra is bajoslatúak. A jövő bizonytalan, de együtt bízunk benned. Na, a lovak, a lovasok, és mi is megadjuk neki a reményt. Barátom, a mi ügyünkben nincsenek vezetők. Közösen indultunk a csatába. Egymás mellett harcolunk. Bízol abban, amit mondok, a te véleményed épp olyan fontos. Fripp, én teljes mértékben bízom benne, teljes mértékben veled vagyok, és nem mellesek, imádom az új életet. Imádom amúgy ezt a mozdulatot. Na jó, akkor hallgassuk még végig Frippnek a történetét, aztán szerintem véget is érünk ennek a küldetés sorozatnak. Megcsináltatok, Fripp életben van.
Várjatok már, N viszont még mindig nincs itt, vagy csak lehet én nem látom. Fripp újra itt van, alig hiszek a szememnek. Okkal hívtalak téged ide, Evergrey, a te pondoriai szakértelmed páratlan. Benned megvolt az a tudás, amelyre N megmentéséhez szükségünk volt. Szóval már nincs rá szükség. Mi akkor gondolom, most akár el is távozhat? Nem kívánom, hogy elmenjen, habár a druida rend évekkel ezelőtt számízta, sok idő eltelt azóta, és sok minden megváltozott. Evergrey, ha szeretnél maradhat, akkor azt hiszem, egy darabig még el kell viselned. Jó együtt látni titeket, de a léleklovasaink fele hiányzik. Hova tűnt Ann és Alex? Ami azt illeti. Elmondanád, hogy hol van Ann, Alex, Concord meg Tinker? Alex Tinkernel elment, hogy megkeresse Ant meg Concordot. Nem hazudok. Nem akarom elárulni neked. Jó, legyen ez. Ann és Concord elmentek. Az ötlevelő Lohare hiányzik. Egy Lohare, amely csodatévő erővel bír. Remélem, Alex időben rátalál erre, még mielőtt valami visszafordíthatatlan történne. Ugye nem az fog történni, hogy Ann fogta a négylevelű Lohare-t, vagy ötlevelű, és megpróbálja a kis csikóját, úgymond visszahozatni a régi Concorddel, mert az elég gáz lenne. Van valami, amit meg kell kérdeznünk tőled. Ér is segített visszahozni téged Mrs. Wordsworth-tel, és Lorraine barátnőnkkel dolgozott együtt a kör felelétesen. Valami olyasmit mondott, hogy mindannyiunkat meglepett. Idris azt mondta, hogy nem vagy pondóriai. Azt mondta, hogy ugyanúgy idegen voltál ott is, mint Jorvikon. Igen, ez így igaz, nem Pondóriából származom, kozmikus lény vagyok, olyan világból, amely a tél és időfogamán kívül esik. Réges-régen Pondóriában találtam magam egy nagyon különleges tárgyal. Ez a tárgy bármilyen olyan formát felvett, amelyet egy szemlélő kívánt, és az én célom az volt, hogy egyensúlyt hozzak a két világba, úgyhogy a tárgyat elneveztem Pondória reményének, és így azzá is vár. Amikor Gondok Jorvikra érkezett, szilánkokra tölte a föld, és Pondória közötti falat. Én is a közepébe kerültem, ezt kaptam Pandória reményétől és az emlékeimtől. Az emlékeim szinte egytől egyig elvesztek, akárcsak a pandóriai rések Jorvik vidékein. Olyan töredezett volt az elmém is, de amikor ti egyesítettetek a dobozzal, újra egy teljessé váltam. Nick Stoneground hűtője. Tényleg az volt az a doboz, amit magaddal cipeltél Pandórián keresztül. De a hűtő most Idrissel van, és bármit megtehet vele, meg kell állítanunk. Csak szükség az alkodalomra. A doboz most már nem több, mint egy üres hüvely. Egy pandóriainak több hasznára lenne, és jobban tisztelné, mint mi druidek. Mindenki változás történt bennem. Igen, tehát nem csak külsőleg, belsőleg is megváltozott. Nektek köszönhetően, hiszen megvolt bennetek az erő visszahozatalomra, amikor minden olyan kilátástalannak tűnt. Linda, Liza, Lorraine, bárcsak Alex és Ann is itt lennének, hogy a szavaimat hallják. Szeretnék mindannyiatoktól elnézést kérni. A tény, hogy minden előttetek álló nehézség ellenére megmentettetek, felnyitotta a szememet, és most már tudom, mi mindenre képesek vagytok. Sajnálom, hogy valaha is kételkedtem bennetek, és nem hittem abban, hogy ti tudjátok az utat, hiszen ti vagytok a léleklovasok, és ti sorsotokat irányítjátok. Ti építitek ki a Jorvik jövője felé vezető utat. A vihar előtti csend és kapunk egy kis állatot! Lássuk akkor! Fel kell készülnünk! Az még több edzést jelent. Mindenkinek lesz saját feladat a következő, vagy közelgő viharban. Olyan jó, hogy újra együtt velünk vagy. No, tehát akkor most valószínűleg megint lezárult a fő sztoriban egy kisebb történet, ugyanis megmentettük Frippet, erre váltunk nagyon sokáig. Nézzük akkor ezt a kis állatkát. Nem is tartalak fel titeket tovább, amikor elérkezik az idő, majd újra találkozunk. Viszont látásra is legyetek jók, mint halálig. Fripp, nagyon bírom az új alakodat, nekem nagyon tetszik, ahogy most kinéz. Egy kicsit nagyobb, mint az előző mérete, de szerintem egész jól néz ki. Van különbség a két kinézet közt, és amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Ann tényleg mit fog csinálni ezzel a négylevelű lóharével, mert tényleg nekem van egy olyan gyanúm, hogy szerintem Concordot vissza akarja hozni. Úgyhogy ebből szerintem újabb történetszál fog kialakulni. Na de, nézzük meg gyorsan ezt a kis állatot, én nagyon kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy ki kell mennem a lovamhoz is, hol kell tennem ezt a kis állatkát, és nézzük akkor. Pandória fénye, és ez ilyen tekercsek, meg könyvek. Tényleg az, és tök de jól néz ki. Ez tök jól mutat, nekem nagyon tetszik. Tényleg tök jól néz ki. Tök jó! Na, végre egy valami jó kis állatot kaptunk. Kis állat, ami ugye küldetés során kapjuk, úgyhogy egy újabb ingyen kis állat. Csak ugye nem mozog, azt hiszem, igen, tehát nem lehet letenni a földre, csak úgy a nyerekben van. Na srácok, a történet szerintem nagyon jóra sikeredett, nagyon izgalmas volt, ám egy kicsikét nem tudok
eléggé, nem mondanám, hogy eseménydús visszatérésnek. Tehát én valahogy úgy abban reménykedtem, hogy mégiscsak el kell menni egy pandorai világba, lesz egy epic fight, hogy ugye megmentsük Frippet, de nem éppenséggel arra számítottam, hogy egy pandorai kapuféleséget kellene nekünk bezárni. Úgyhogy örülök azért, hogy Fripp kapott egy új kinézetet, de azért egy kicsit csalódtam ebbe a történetbe. Nem nagyon, de azért, na, jobbra számítottam egy picit. Szóval én nagyon örülök a Fripp új kinézetének, és eléggé beindította a fantáziámat azzal kapcsolatban, hogy vajon N mit fog csinálni ezzel az ötlevelő lóharével. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti vajon mit gondoltok erről, vagy vajon tényleg meg akarja menteni a saját kis lovacskáját, vagy pedig valami teljesen másra készül, mert ugye azért a történet elején voltak kételjei most már a léleklovasságban. Akár az is lehet, hogy en mégis kiszakad az egész léleklovasságból. Bár ez remélem, hogy nem fog megvalósulni, mert annak nem örülnek neki. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Igen, hosszúra sikeredett, mert amúgy ez egy hosszú történet volt, úgyhogy én elköszönök már, legyetek jók, és találkozunk legközelebb egy újabb videóban, vagy pedig livestreamben, még eldől. Legyetek jók, és sziasztok! Boldog Fripp napot kívánok nektek! Tegyük ezt Fripp nappá az egészet, jó? Fripp napot mindenkinek! Sziasztok!